Együttműködő partnerünk a Hotel Benczúr, szálloda és konferencia központ Budapest belvárosában. A Liget kapuja. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. Made in Media. Média megjelenés. Rádióban és televízióban. Országszerte. Sztárportré a YouTube-on is. Mindannyian különbözőek vagyunk. De van valami, amiben egyetértünk. Vannak közöttünk barátok, és vannak ismerősök. Időnként a különbözőség. Máskor a hasonlóság, ami összehoz minket. Néha az ismeret. Máskor a tapasztalat, amit megosztunk egymással. Számítunk egymásnak. És számíthatunk egymásra. Beszélgetések, ismert emberek és mély témák hétről hétre. A Sztár Portré most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Önök mit mesélnének az anyósukról? Anyósok a mai műsorban. Mindjárt kezdünk. Egy párkapcsolat kialakulásánál fontos szerinted az, hogy milyen anyós tartozik hozzá? Tehát figyelembe kell venni? Biztosan, nem tudsz megszabadulni tőle, tehát hogy jön egyfajta hozzátartozóként az élethez, tehát hogy nincs az, hogy akkor azt mondod a társadnak, hogy bocsi, de amit az anyáddal kapcsolatban akarsz mondani, azt nem mondd, mert nem vagyok kíváncsi. Sőt, az is lehet, hogy pont ellenkezőleg olyan viszonyba kerülsz vele, hogy egy csomó olyan dolgot, ami neked nem adatott meg az életben, valami szeretetével pótol, az intellektusával pótol, vagy nem pótol, csak egy olyan új szint, vagy értéket visz be, hogy meglepődsz, hogy a sztereotípia az nem feltétlenül él meg. Az is lehet, hogy az én társam az pont ugyanazon dolgozik, hogy egyrészt szeretettel elfogadjon azt, ami őt körülvette gyerekkorában, és nem tud rajta változtatni. Viszont, ahogy az elején beszéltünk róla, hogy önmagán pedig mindenki tud változtatni. És akkor azt látom, hogy igen, hasonlít az anyjára, viszont látom azt, hogy mennyivel jobban érez, dolgoz fel, érint meg dolgokat, mint ő. Hát én édesanyámat elég fiatalon vesztettem el, 14 éves voltam. Hát én tudok róla mesélni majd, hogyha ez úgy alakul, hogy valaki erre kíváncsi lesz, meg nyilván tudok fotókat mutatni. Valószínűleg egyébként, ha anyukám húsvér valójában megélhetné azt, hogy nekem egyszer lesz valaki komolyan, vagy esetleg családom, szerintem ő nem lenne egy könnyű eset. De baromira penge módon irányította a család életét. Tehát ő nem is az, hogy ellentmondás nem tűrő, de nagyon kiállt azért, amit ő gondolt a világról, és tehát gyakorlatilag amíg ő volt, addig így teljesen összetartott, akár világnézetileg is egymással ellentétes gondolkodású családtagokat. Mert ő azt mondta, hogy igen, lehet, hogy sok mindenben nem értünk egyet, de végső soron csak egymásra számíthatunk. De valószínűleg nem lenne egyszerű dolgom mondjuk anyámmal ilyet közölni, hogy akkor most ő lesz, és te mondhatsz bármit. Mert neki mindig volt a véleménye mindig. El tudnál képzelni egy olyan ismerkedést, hogy először megismersz egy anyóst, és hogyha ő szimpatikus, akkor bemutathatja neked a fiát. Ravasz vagy, erről már beszéltünk is, igen. Igen, határozottan ez most az következő elképzelésem, mert valahogy én úgy érzem, hogy nem volt sok párkapcsolatom, tehát egy kezemen meg tudom számolni, hosszabb kapcsolatok voltak, ilyen 6 év, 6-7 év, 3 év, és valahogy mindig az űr a párkapcsolat szakítás után, ez most lehet, hogy hülyén fog hangozni, nekem mindig az anyósaimmal volt. Tehát, hogy annyira megszeretjük egymást, olyan jó a kommunikáció, és pláne a legutolsó kapcsolatomnál mondtam azt a páromnak, hogy tudod,
az egy dolog, hogy mi szakítottunk, de azért haragszom rád egy picit, mert gyakorlatilag nem tudom anyukáddal olyan minőségben tartani a kapcsolatot tovább, mint ahogy tartottuk, és 6 év alatt tényleg olyan volt nekem az a nő, mint hogyha keresztanyám lett volna, vagy ilyen pótanya, vagy valami, és nagyon-nagyon hiányzik. Volt az elmúlt időszakban, az elmúlt 2-3 évben, a 2 évvel ezelőtt, tehát a második, tehát 2 párkapcsolatból az utolsó előttivel, akivel szintén 6 évig voltam együtt, ott találkoztam, elmentem hozzájuk, ott az egész családdal nagy sírások voltak, mert tényleg nagyon... Búcsúszertartás? Hát nem búcsúszertartás, inkább örömszertartás volt, hogy végre megint találkoztunk, mert hogy meghívtak magukhoz, és mondtam, hogy hát mindig mondták, hogy menjek, és mondtam, hogy nem állok még rá készen, mert nekem az egy hatalmas űr volt ott, hogy oké, hogy a fiúkkal nekem véget ért a kapcsolatom, de valahogy ők, tehát nem tudtam volna én se úgy oda menni, hogy ne szakadjanak fel azok a sebek, és nem találtam volna helyen, mert gyakorlatilag az nem normális, hogy szakítok valakivel, és akkor utána a családjához visszajárok. Tehát azt, sajnos azt le kellett úgy rendezni, vagy zárni, de szerencsére ott volt egy olyan felemelő pillanat, amikor oda mentem, ettünk egy jót, beszélgettünk, volt egy kis sírás, és akkor megbeszéltük, hogy akkor innentől kezdve ezeket a dolgokat elengedjük, és bármikor bárki bármikor telefonál, és de ahhoz kellett megint mondom eltelni egy jó pár évnek. Sőt, az utóbbi kapcsolatomnál most titokban, hát nem is az, hogy titokban, hanem hogy az én drága, majdnem anyósommal, hát így lájkolgatja meg ugye a különböző kiírásokat a bejegyzéseimhez, mindig hozzáír valami nagyon keveset. Hát, hogy hiányzol te is neki, csak szerintem igen, már biztos, csinálni, egyébként lehet. Nem, hát én megírtam neki, hogy borzasztóan hiányzik, és hát ő volt az, aki mondta, hogy ez egy nagyon faramuci helyzet, mert nagyon szeret engem, de a fia a fia. És azt gondolom, hogy tiszteletben kell tartanunk azt az ő döntését is, és tiszteletben kell tartani a fia döntését is. És egyébként én az összes párkapcsolatomnál úgy vagyok, hogy nagyon hálás vagyok, hogy összeismerkedtem ezekkel a férfiakkal, mert általuk tudtam megtanulni egy csomó olyan dolgot magamról, amit már nem szeretnék. Ez most viccesen hangzik, de azt mondják, hogy ha már tudod azt, hogy mit nem szeretsz, az már fél siker ahhoz, hogy majd tud, hogy mit akarsz csinálni, és mit szeretnél. Egyébként tényleg érdekes, hogy akkor valószínűleg nem tud folytatódni az anyóssal a kapcsolat így, mert neki a fia a fia. Igen, most gondolj bele, hogy van egy fiú, és akkor mondjuk lesz egy másik pár kapcsolata. Akkor annak a nőnek ugye az a dolga, hogy a fiát támogassa, és az új párkapcsolatban lássa meg a lendőbeli menyét, a gyermekének esetleg az anyját, tehát hogy ők, mint egy család. Akkor hogy jön be a képbe egy olyan nő, aki... Egy korábbi nő. Tehát ez mondjuk tiszteletlenség az új hölgyel szemben is, hogy ha esetleg mondjuk ott van egy ilyen szembesítés, de maradjunk annyiban, hogy én ezt úgy gondolom, hogy én, és amit most nagyon érdekes lesz, amit mondok, ami most így kipattant az agyamból, hogy a érzelmileg elengedtem a férfiakat, a párkapcsolatos férfiakat, de az anyósok örökre a szívemben vannak, és őket ugyanazzal az energiával szeretem, mint ahogy szerettem őket eddig is. Egy menny, ez egy kívülálló valaki, lehetünk nagyon jóban az anyósokkal, de azt gondolom, hogy az a normális, amikor egy anyuka védi a fiát tűzön keresztül és vizen át, hiszen a saját vére, a saját testéből, és ez így helyes, és azt gondolom, hogy majd előbb-utóbb, amikor én is készen állok rá minden téren, akkor fog jönni ez a férfi az életembe, aki nekem lett teremtve. És az a férfi, szerinted majd ő a saját édesanyjáról hogyan fog beszélni? Fantasztikus dolgot kérdeztél most, mert ezt is el akartam mondani, hogy nagyon fontos, hogy ahogy beszél egy férfi az édesanyjáról, vagy az édesanyjának, vagy val, úgy fog beszélni veled is a párkapcsolatban, és ez nekem ilyen tapasztalásom volt. Nem mindegy az, hogy az ember hogy beszél a szüleiről és a szüleivel, mert az fog megmutatkozni a párkapcsolatban is, úgyhogy ennél a résznél sokkal szemfülesebb leszek. Több okból gondolom, hogy jó anyós leszek. Egyrészt, mert
volt két anyósom, és mind a kettővel szuper kapcsolatom volt. Tehát én semmit nem tudok erről a... Ráadásul ugye mindig azt mondják, hogy a menny anyós az a kényes kapcsolat, tehát akinek fia van, ugye az a rossz anyós állítólag. Hát én nekem erről semmilyen tapasztalatom nincs. Istentelen jó viszonyom volt mind a két anyósommal. Tehát remek mintát kaptam arra, hogy milyen anyós legyek. Még nem vagyok anyós, de a fiamnak is volt már egy komolyabb kapcsolata, az a kislány, és ez a fontosabb, ugye mondják, hogy a menny anyós viszony. Az a kislány, az másfél évig volt a fiamnak, hát én borzasztóan szerettem, együtt festettük ki a házat, segített a fiamnak, és este én leültem, na, ő tudta azt, amit a férfiaknak kéne, hogy én ahogy, mert lány vagy nő, ahogy lerogytam, kérni se kellett. Ment, a frizsiderből kivette a hűtött italomat, amiről tudta, hogy szeretem, tette elém, de írd és mond. Tehát mire azt szusszantam volna, hogy kisfiam, hozd már tudod mit, azt, addigra a kislány oda rakta elém. A pohár, az ital, csak így néztem. Nagyon jó kapcsolatunk volt. Volt, és akkor ilyenkor egyébként hivatalosan mi történik, hogy véget ér a lánnyal és a kapcsolat? Hát nekem véget ért, igen, mert azért a fiam akkor még egy süldő gyerek volt, tehát még nem volt felnőtt férfi. Lehet, hogyha ez később történik, akkor megmarad nekem ez a lány kapcsolatnak, de ő el is ment az országból amúgy ez a kislány, tehát még ha akarnánk, se nagyon. Meg hát ez ilyen első szerelem volt a fiamnak, tehát szerintem a fiam se tolerálná, ha én közben jobban maradtam volna evel a lányjal. Most a fiamnak épp nincs kapcsolata, viszont van a lányomnak, tehát egy nagyon-nagyon édes fiú, vele is nagyon jobban vagyok, tehát én azt gondolom, hogy nem leszek az anyósok réme. Speciál a gyerekeimmel olyan a kapcsolat, hogy erre büszke is vagyok, mert mind a kettő mondta, hogy majd természetesen szeretné, ha tanácsot adnék, mert ők pont úgy akarnak gyereket nevelni, ahogy én. Tehát pont nem egy ellenállás, pont nem egy dac van bennük, hanem az, hogy ők akkor ezzel elégedettek. Részben azzal, hogy azért nálunk volt dresszúra, tehát nem az van, hogy akkor köszön, ha a kedve van. Meg akkor eszik, amikor éppen rátör az ehetnék, hanem nagyon szigorú szabályok voltak nálunk, mert aztán meg is bolondultam volna két gyerekkel, ha ott mindenki azt csinál, amit akar. Tehát szigorú szabályok voltak, de alapkérdésekben és döntő kérdésekben megengedő vagyok. Az pedig például a párválasztás, mert az sokkal fontosabb, mint az, hogy 8-kor villanyoltás. De 8-kor villanyoltás volt. Egyébként tényleg egy gyermeknevelésbeli kérdésekben, ha egész más irányt látnak ők jónak? Ő dolguk, ő gyerekük. Nem fogok ellene tenni. És sőt, úgy gondolom, és szerintem ezt fogom is tudni tartani magam, ismerve magam, nem ígérem, csak mondom, hogy úgy nevelik, ahogy ők akarják, olyannyira, hogy én azt tudomásul fogom venni, és én ahhoz fogok igazodni. Tehát nem fogom azt mondani, hogy ők mondjuk kialakítanak egy menetrendet, egy életritmust, én meg oda megyek, mikor én vigyázok, meg kénytelen vagyok, vagy nálam vannak a gyerekek, és megszegem az általuk felállított összes szabályt, biztos, hogy nem. Akkor én azokat a szabályokat elfogadom és betartom. Tehát ha ők azt mondják, hogy nincs csoki, akkor biztos, hogy nem én leszek az a nagymama, aki itt a kis csoki, nem mondd meg anyádnak. Tehát az biztos. És minden egyebet is azt mondod, hogy amit ők igen. Úgy gondolnak, igen. Még ha nem is úgy gondolod jónak. Még ha nem is értek vele egyet. Azért mondom, ha csak nem, azt látom, hogy ez egy teljes tévút. Hát de mindig nem az történik, hogy azt látja az egyik, hogy de hát az egy teljes tévút. Nem feltétlenül, és az embernek azért vannak barátai és segítői, akik az illetőt, azaz engem egy ilyen helyzetben figyelmeztethetnek, hogy nem te látod jól, nem a szakadék felé mennek, csak egy másik ösvényen, de ugyanoda fognak jutni, ahova
te akartad, hogy ők jussanak, és ők el is jutottak, és az ő gyerekeik is ugyanoda fognak jutni, csak nem ezen a nyílegyenes úton, hanem mondjuk ösvényeken át, és lankákon, és dombokon keresztül. Hát most csak hangosan gondolkozom, tényleg, ha a szakadék felé mennek, akkor te azt mondod, hogy vigyázzatok, ne, ez a szakadék felé vezető út, lehet, hogy akkor pont azzal még löksz is egyet, nem? Mert amúgy, ha csendben maradnál és imádkozol értük, akkor az lehet, nem az hogy én habitusom. Az imádság. Nem az imádság, hanem az, hogy azt szoktam speciál. De az, hogy csöndben maradjak, azt nem hiszem. Tehát ha én azt gondolom, hogy amíg élek, felelős vagyok a gyerekeimért. És addig én az anyjuk vagyok. Ha tetszik ez bárkinek, ha nem. Tehát itt nincs mese, nekem kutya kötelességem. Ez nem 18 éves korig tart, vagy nem elköltözésig tart, hanem ez egy életre vállalt feladat. Akkor is, hogyha azért nevelem, hogy majd útnak eresszem. Na de hogyha nem, én megtanítottam röpülni, és ehhez képest ő a földön kapirgál, holott szárnyai vannak, amivel repülhetne, akkor nekem biztos, hogy azt kell mondani, hogy repülj, csillagom. Ne közd magad a veréphez, amelyik nem tud repülni, vagy mit tudom, hogy melyik madár nem tud. De aztán minden nap nem lehet menni és mondani, hogy ugye emlékszel, mondtam tegnap, hogy repülj, hiszen neked szárnyad van, bogaram, repülni kell, nem itt a kis verébbel ücsörögni, hanem akkor egyszer mondtad neki, és akkor figyelsz és imádkozod érte. Uh-huh. És még sokszor elmondom. Sokszor? Mert egyébként lehetne mondani, hogy tulajdonképpen a szülő egy idő után háttérbe vonul, nem is onnan figyel. És nézi, hogy ő azt hitte, hogy ez a gyermek repülni fog. Ez a gyerek nem akar repülni. És aztán észreveszed lehet 10 év múlva, hogy ennek a gyereknek lehet, hogy tényleg ott van dolga, hogy hiába, te szárnyakat neveltél neki, de neki mégiscsak soha nem gondoltad volna, hogy neki ott kell maradni. És aztán egyszer csak meglátod, hogy neki tényleg ott van lehet dolga, és álmodsz, hogy azt a mindenit. Ha ott boldog, akkor megkövetem. Azzal a gondolattal néha szoktál eljátszani, hogy a fiad jelenleg veled él, ugye? Még velem, igen. Hogy egyszer csak majd egy másik nővel fog úgymond összeköltözni. Az jó. Az jó. Az én fiam az egy nagyon klassz férfi lett, és én remélem, hogy az a nő, aki őt megkapja, az remélem, hogy nagyon hálás lesz nekem, hogy ilyen kölköt neveltem neki. Mert ha nem lesz hálás, akkor jól nézze meg magát. Mert akkor lehet, hogy akkor is csendben figyelgetsz majd, hogy mi történik, hogy megérik benne mondjuk a következő évek alatt a hála, mert lehet, hogy mondjuk az első 5 évben nem volt hálás, és te ezt csendben elnézted neki. És aztán, amikor kifejlődött benne a hála, akkor egyszer csak megköszöni, hogy köszönöm, hogy ilyen kitartóan 5 évig ezt a hálátlanságomat is el tudtad fogadni, és köszönöm, hogy csendben végig kibírtad azt, amiket csináltam, és megköszönöm még sok mindent, és akkor lehet, hogy összeborultok. Lehet. De jobb, ha rögtön állás. Jobban jár. Jobban jár. Nem mindegy az, hogy az ember hogy beszél a szüleiről és a szüleivel. Ahogy beszél egy férfi az édesanyjáról, vagy az édesanyjának, vagy val, úgy fog beszélni veled is. Együttműködő partnerünk a Hotel Bencúr, szálloda és konferenciaközpont Budapest belvárosában, a Liget kapuja. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. Made in Media. Média megjelenés. Rádióban és televízióban. Országszerte. Sztárportré a YouTube-on is.